Nagy vállalás egy kis településen, a képlet ismerős lehet, hiszen sok olyan erdélyi, parciumi vagy bánsági helységről tudhatunk, ahol egy elhatározást hősiesen merész munka követ, és teljes siker koronáz. Csomaköz is ilyen falucska a nyugati határszélen, ahol már másodszor rendeztek zenei tábort hazai és magyarországi gyermekek és fiatalok számára. Kérem, nézzék meg a táborról készült riportunkat. Amikor az utas csomaközre érkezik, már kapja is telefonszolgáltatójától az üzenetet, Binyac Vinit in Ungária, majd jön az udvarias kérés, válasszon mobilhálózatot. Persze csomaköz a romániai Szatmár megye területén fekszik, Nagy Károlytól 13 kilométerre nyugatra, de mint errefelé jószerével mindenki, arccal csak ugyan Magyarország felé él. Július-augusztus fordulóján zene töltötte meg a falut. A helybeliek hangszerórák, gyakorlás, kóruspróbák hangfoszlányai között mentek dolguk után a rekkenő hőségben. Immár másodszor került sor a csomaközi nyári zenei táborra, amelyet a Hermann Musik Egyesület szervezett. Névadó alapítója és mindenes vezetője Hermann Szabolcs persze többet magával dolgozott a tábor előkészítésén és lebonyolításán, ám a barátok, önkéntesek, zenész kollégák mellett legfontosabb munkatársa talán mégis az édesanyja volt. A 2015-ös táborunkba 50 fiatal zenész jött. Ott 9 évtől egész 20 évig lehetett fellelni fiatalokat, tehát egy nagyon vegyes társaság jött össze. Ennek ellenére a foglalkozások nagyon gördülékenyen mentek, habár egy kicsit tartottam tőle, hogy a nagyobbak türelmetlenek lesznek a kicsikkel. Ez teljesen megoldódott, és mindenki elfogadott mindenkit az egész hét folyamán és a foglalkozások során is. De mivel túljelentkezés volt tavaly, és többen vártak a várólistán, idén két tábort indítottunk, és arra gondoltunk, hogy ha már két tábor meg lesz szervezve, akkor külön választjuk korcsoport szerint az embereket, és az első táborban július 25 és augusztus 1 között 15-20 éves fiatalokat várunk és fogadunk. Augusztus 1 és 6 között pedig 8-14 éves gyerekeket hívunk a táborba. Ez igazán sikerült, és örülök neki, hogy korcsoport szerint fel tudtok osztani, és mind a két táborba a korához megfelelően 45-45 fiatal érkezett. És vannak olyan oktatóink, akik mindkét táborra tudták elvállalni ezt a nagyszerű és felemelő munkát. Van olyan pedig, aki egy hétre lejött, tanít, és aztán utána dolga van, hazamegy, viszont a második hétre érkezik helyette más, vagy olyan eset is van, hogy például ütőhangszerre csak a második táborban, tehát a kicsi 8-14 éves fiataloknál volt jelentkező, ugyanígy mondhatnám a csellóra és hegedűre is, de mégis nagyszerű számunkra, hogy volt érdeklődés, és legalább egy táborban ezeket a képzéseket be tudtuk indítani. Zenei tábort kulturálisan pezsgő, forgalmas helyszíneken, jobbára városokban szoktak szervezni. Hermann Szabolcs viszont fennen vállalja, hogy másképp és máshol látta értelmét a nyári tábor megszervezésének. Úgy gondoltuk, kiverjük a biztosítékot, mondta azokra utalva, akik esetleg idegenkednek a gondolattól, hogy egy 1200-as lélekszámú határmenti faluban komoly dolgot lehet ebből kihozni. Ám a csomaközi önkormányzat és a katolikus plébánia jóvoltából a középületeket, a régi és új iskolát, a művelődési házat, a templomot sikeresen belakták a gyerekek és fiatalok, a késő éjszakában nyúló társas élet végeztével pedig a fényszennyezés elhanyagolható mértéke miatt csodálatos gazdagságban ünneplik a sötétséget a csillagok. A zenetábor egyik fő célja a hangszeroktatás és a hangszertudás elmélyítése. Klasszikus zenei tábor ez, és
elmondhatjuk, hogy Erdélyben nem egy zenetábor a sok közül, hanem Erdélyben a klasszikus zenei tábor. A kodai hagyományok nem éltek át a határvonalon, így nem olyan megszokott dolog, mint Magyarországon, hogy nyaranként több zenetábor üzemel. És ez számukra ez nagyon nagy dolog, hogy, és azt gondolom a résztvevők számára és az emberek számára is, hogy ezt létrehozhatjuk, és ez így végbe megy. Klasszikus furuján, szaxofonon, klarinéton, fuvolán, tubán, harsonán, trombitán, ütőhangszeren, hegedűn, csellón, orgonán lehet nálunk hangszertudást fejleszteni. Bár talán meglepő, hegedű és cselló oktatásra csak az idéntől lehetett jelentkezni. Evonósok is csak a kisebb csoportban tűntek fel. Mint ahogy újdonság volt az idén a magánének, vagyis a kantó. A táborgazda reményei szerint jövőre még inkább bővül a kínálat. Konkrét elképzelés egyelőre a harmonika osztályra van, hiszen már az idén is jelentkezett egy fiú erre a hangszerre. A táborban a hangszeroktatás mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az elméletoktatásra. Tehát azt gondolom, hogy egy hangszert nem lehet csak úgy önmagában tanulni, mindenképpen az elméleti oldalát is kell fejleszteni a fiataloknak, gyerekeknek, hogy tudják, hogy mi az, amit a hangszeren játszanak, miből mi következik, és mit miért csinálnak. Ezért három nagyon fontos elméleti órát szúrtunk be az órarendbe. Az első és legfontosabb az a zeneelmélet. Itt két típusú órát csináltunk. Az egyik zeneelmélet az az erdélyi jelentkezőknek, akik az abszolút szolmizáció rendszerben nőttek fel, és azt tanulják. A másik pedig a magyarországi jelentkezőinknek Kodály módszer szerint oktatunk. Mind a két típusú zeneelmélet órára külön szakképzett oktatóink vannak. A második nagyon fontos foglalkozás az énekeljünk együtt. Itt kánonokat, népdalokat, egyszerű kórusműveket megtanulunk a hét folyamán, aztán kis kamarakórust alakítunk, és azzal megpróbáljuk megszólaltatni. Itt az intonálásra nagyon figyelünk, hogyan kell hangképzésre, hogyan kell énekelni, hogyan figyelünk a többiekre, társainkra, tehát mit jelent az, hogy egy kórusban énekelni.
A karvezető tanszakon ismerkedtem meg Szabolcsal, aki Kolozsvárról jött át akkor Erasmus ösztöndíjjal. Ez is szintén 5 éve volt, amikor én elkezdtem, ő 2 éve járt fölöttem, és aztán teljesen ugye átjött Budapestre, és hát sok koncertünk volt együtt, hívott mindenfelé engem énekelni, meg mindenféle zenélésben segíteni, és így jött képbe tavaly, amikor a legelső csomagközi tábor volt, hogy jöjjek le elméletet, billentyűt, illetve énekeljünk együtt foglalkozást tartani. Nyilván ez áll a legközelebb az énekeljünk együtt. De 6 éves korom óta zongorázom, tehát a billentyű is elég jól megy, legalábbis, hogy az alapokat megtanítsam valakinek. Órákat el lehetne tölteni azzal, hogy tisztázzuk, hogy a Kodály módszer pontosan mi az alapja és mi a célja. Ezt magát még Magyarországon is félreértik. Nekem ez a véleményem erről. Úgyhogy pontosan azt, éppen emiatt nagyon nehéz arról beszélni. Mindenhol hasznosítanak belőle valamit, nyilván van a legtöbben és a legjobbat Magyarországon. A harmadik nagyon fontos foglalkozás, amit az idén vezetünk be először, az a ritmus foglalkozás, a ritmus óra. Itt csak azzal foglalkozunk, hogy bizonyos ritmusokat leütünk, tapsolunk, eltáncolunk, ütőhangszereket nézünk meg, csörgődob, kasztányet, és ezeken próbálunk bizonyos ritmus gyakorlatokat eljátszani, több szólomó ritmus gyakorlatokat eljátszani, és így felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy az idő az egyik legfontosabb elem a zenében. A ritmus gyakorlatok, ez az óra idén először szerepel a táborban, tavaly nem volt. Ugyanis hát a zenei nevelésben nagyon fontos az időérzet, az egyenletes tempó, illetőleg, hogyha egy darab megkívánja, ugye ismerjük a kifejezést, hogy rubátó, tehát szabadon, pont az egyenletességtől való eltérés. És nagyon fontos az, hogy ott egy egyenletességtől való eltérés legyen, ne pedig egy spontán intuitív ritmus. Azok a gyakorlatok, amiket ezen a héten az órákon végeztünk, az függött attól, hogy idősebbek vagy fiatalabbak vannak. Tehát 4 csoporton volt, egy konzis, tehát 16-18 évesek, egy kicsit fiatalabbak, 13-16, és 2 kis csoportom, akik között 10-11-12 évesek voltak. Mindenhol igyekeztünk a könnyebbtől a nehéz felé haladni. Először a tempótartási készséggel foglalkoztunk, aztán ritmusok szimultán játékáról. Egy kicsit elnéztünk az olyan típusú gyakorlatok fele, amiket nem is zenében használnak, hanem inkább táncban, tehát táncos gyakorlatok. Mivel azonban sokkal inkább csak a ritmusról szól, mint a zene, ezért hasznosak abban a szempontból, hogy a ritmuskészséget, tempótartási készséget fejlesszék. Én magam is egy rövid ideig jártam táncegyüttesbe, és ott ezeken a gyakorlatokon nagyon-nagyon sokat tanultam. A hét végén pedig azzal foglalkoztunk, hogy ezek a ritmusok mikor nőnek túl azon, hogy egy pontos mechanizmusról van szó, és hogyan kapják meg a gondolatot, ezt az éltető dolgot, amitől zenévé válik, akár csak egy ritmus gyakorlat. Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy ne egy szakbarbár tábornak tűnjön ez, mivel olyan jelentkezőink is vannak, akik most kezdik a zenét, tehát most érnek ahhoz a húrhoz, most fújnak abba a fúókába először. Olyan is van, aki újra kezdő, úgymond, tehát most fejleszi tovább a tudását, és már a harmadik oldal is képviselteti magát, aki hivatalos zenei pályára akar lépni, felsőoktatásra akar menni. Ezért olyan programot kellett kialakítani, hogy mindenki megtalálja benne a fejlődési lehetőséget, de ugyanakkor a szórakozási lehetőséget, az ismerkedési lehetőséget, új barátokra találjon, és hogy tényleg egy élmény maradjon ez az egész tábor. Ezért a hangszeres órák és az elméleti órák mellett igyekeztünk olyan programokat is beszúrni, amelyek elősegítik az ismerkedést, a csapattá való kovácsolódást. Ilyen volt például, hogy ellátogattunk a lovastáborozókhoz,
ők felnyergelték a lovakat, meséltek a lovakról, mi is lovagoltunk, és aztán egy kis koncertet adtunk nekik. Tehát így mindenkinek kedveztünk, a szakmabelieknek is, akik tényleg hivatásos zenészként akarnak ezzel foglalkozni, és a kezdő gyerekeknek is, fiataloknak, akiknek nem megszokott, hogy napi 6-7 órában foglalkoznak a zenével. Emellett egy nagyon fontos dologként igyekeztünk a drámát, drámapedagógiát, az ilyen színjátszást egy kicsit bevinni a programba. Például hétfőn a túra során voltak bizonyos csomópontok, és ott kellett feladatok elé álljanak a csapatok. Ott egy adott pontnál különböző szituációra kellett a gyerekek, a fiatalok egy kis párperces színdarabot összeállítsanak. És miért gondolom ezt nagyon fontosnak? Azért, mert említettem, hogy vannak ezek a fiatalok, akik nem foglalkoznak minden nap 6-7 órát a zenével. Ezek szerint biztos vagyok benne, hogy nem is találták meg még a kifejező eszközüket a zenében. Lehet sokoknak nincs is meg, ezért azt gondolom, hogy kell biztosítani egy másik oldalt is az önkifejezés megtanulásához, és lehet valakinek könnyebb így, ha a színjátszásban, a drámapedagógián keresztül tanulja meg, hogy mi az, hogy önkifejezés, és aztán ezt majd lehet egyesíteni a zenével, a zenei önkifejezéssel. Azért, hogy a táborban egy hétig együtt tudjunk élni, szakmailag fejlődni, egy csapattá kovácsolódni, bevezettünk egy tábor szabályzatot, ami mindenkire vonatkozott, és az egyik legfontosabb dolog volt, pont volt benne az, hogy csak egymással foglalkozunk, és az internet adta lehetőségeket, azt teljesen nélkülözzük ebben az egy hétben, és nem mással barátkozunk, hanem ott, aki veled van, hogy a jelenben éljünk, ezt próbáltuk ezzel a ponttal sugalni. És azt gondolom, sikerült is. Mindenki megtalálta a barátját, és a napokban nagyon jó együttzenélések voltak esténként programon kívül, szabad foglalkozás idejében, és engem is meglepett, és mit mondjak? Hát könnyes szemmel néztem, hogy hát igen, ezek az emberek azért jöttek ide, mert zenélni akarnak, mert ismerkedni akarnak, és ez remek ötlet volt. Az idei táborra jelentkezettek egy része Magyarországról érkezett, Budapestről is, de még többen Debrecenből, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai. Az erdélyi táborozók inkább távolabbi megyékből jöttek. Szatmár megyében még nem annyira értékelik ezt az egészet. Én bízom benne, hogy ez változni fog a jövőben. A hangszer, ének és elmélet oktatók egyaránt professzionista zenészek voltak, jó néhányuk sikeres, befutott muzsikus. Ifjúkoruk ellenére mindannyian egy biztos, időt álló értékrend képviselői. Szakmaiságuk minőségét ugyanakkor az is igazolja, hogy nyári szabadságokból szívesen áldoztak oktatás és okulás összekapcsolására, hiszen, mint néhányuk megjegyezte, a táborlakóktól maguk is sokat tanultak. Bas megyéből érkeztem, Sárvár mellől. Ott jártam zeneiskolába egy 6 évet, és utána kerültem Szombathelyre, zeneművészeti gimnáziumba, illetve most meg Bécsben dolgozom és még tanulok. Tavaly diplomáztam, illetve most pedagógiát csinálok. És igazából az egyik barátnőm ajánlotta nekem ezt a lehetőséget, a tábort, és hát nagyon örültem neki, mert már elég régóta tanítok és foglalkozok gyerekekkel, és hát óriási kihívás volt tényleg, hogy akkor most egy táborba, tehát nem csak zeneiskolába, hanem tényleg táborba is az ember megméretteti magát, és tehát nagyon tetszett, és vártam. 16 éves korom óta tanulok énekművészektől. Azt kell tudni, hogy nálunk Magyarországon nem engedik, hogy korábban nagyon elkezdjük, mivel a nők és a lányok is átesnek mutáláson, mint a fiúk, és ennek a mutálásnak végbe kell mennie, és azután lesz egy kiforrottabb hang. És most kicsit azért nehéz itt a táborban nekem, mert sokkal kisebbek a gyerekek, 14 évesek,
és kevésbé olvasnak még kottát, szóval nem csak azzal kell megbirkóznunk, hogy hangot képezzünk, hanem hogy dallamokat tanuljunk meg, és ezt főként hallás után teszik, olyan módon, hogy én előéneklem, vagy előmutatom, és azután ők is utánam ismétlik, és addig ismételjük, amíg a helyes dallam meg nem szólal. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, és szeretem azt, hogy minél több mindent taníthatok meg nekik. Általában ennek a kisebb korosztálynak a kotta olvasási dolgokat is tanítani kell, és úgy gondolom, hogy ha az ember például operaénekesi vagy dalének oratórium szakirányra szeretne tovább menni tanulni, feltétlenül elengedhetetlen, hogy megtanuljon kottát olvasni, mert képesnek kell arra lennie, hogy a kottába írt jeleket, szöveget, sokszor külföldi nyelven leírt dalokat magáivá tudja tenni. Itt a táborban főként magyar nyelven tanultunk dalokat, pont azért, hogy a nyelvi nehézség ne okozzon még nagyobb galibát nekünk, és úgy gondolom, hogy elég szépen tudtunk dolgozni. Végül tudtunk angolul is megnézni dalt, illetve Vanessával például egy Schubert Ave Mariát is meg tudtunk nézni, aminek pedig latin szövege volt. Szóval nem kizáró tényező az, hogy fiatal korban ne lehetne más nyelven, csak úgy gondoltam, hogy könnyebb, hogyha magyar nyelven tanítok nekik. A 2015-ben a zenetábort nem minden pontból hivatalos úton szerveztük meg, és hogy ez idén teljesen támadhatatlan legyen, januárban megalapítottuk a Hermann Musik Egyesületet, amely nem csak a többek között a zenetábor szervezésével foglalkozik, idén két zenetábort indítottunk a tavalyi nagy érdeklődésnek köszönhetően, és a zenetábor mellett januártól kezdődően egy koncertsorozatot is szervez ez az Egyesület. Minden hónap harmadik vasárnapján szatmári, nagyváradi fellépőkkel, valamint ősszel egy fúvós hangszerversenyt fog szervezni. Igyekszik olyan kezdeményezéseket kigondolni és megvalósítani, amelyek Szatmár megyében zenei téren kicsit hiányosak.
A Kolozsvári Zeneakadémiai tanulmányaim során, ahol a karmesterséget tanultam, 2011-ben felvételiztem Budapestre, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ugyancsak karmester szakra, és ott kapcsolatokat szereztem több zeneiskolában, zeneiskolával megismerkedtem, zenetanárokkal, amatőr kórusokkal, amatőr zenekarokkal is, és ledöbbentem rajta, hogy ott teljesen más a zenei élet, hogy Romániában mennyire gyerekcipőben jár ez mindez hozzájuk képest. És mivel gyakran jöttem haza, és láttam, hogy ez a hiányosság napról napra csak nehezedik az emberekre és az egész tanügyre. A 7 év zenetanulmányaim alatt senkit nem láttam volna, hogy bármilyen jelet is mutatna, hogy ezen változtatna. Ezért is már a zenetanulmányaim, felsőfokú zenetanulmányaim végeztével, vagy vége felé járva mindenképpen vettem a bátorságot, és nekiláttam ennek az egésznek a szervezéséhez. Ezért is lett a zenetábor, hogy felkaroljuk a fiatalokat, hogy legyen, tehát nem zenészeket akarunk, nem hivatalos zenészeket akarok én nevelni mindenkiből, hanem egy olyan jövendőbeli mérnököt, közgazdászt, és így sorhatnám tovább, aki a zenében megtalálja a lelki megkönnyebbülésnek a lehetőségét, a felüdülésnek a lehetőségét. Azt megtalálja benne, hogy a zenélés, a kamarazenélés következményeként jobban tud majd szocializálódni a világban, jobban be tud helyezkedni, és azt hiszem, hogy semmi más nem kell több ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Többen kérdezték tőlem, hogy miért fogadunk olyan fiatalokat a zenetáborba, akik nem tudnak hangszeren játszani. Hát azt gondolom, hogy Erdélyben ez a legerősebb tábor most jelenleg. Azok a fiatalok, akik akarnak zenét tanulni, de még nem kaptak impulzus hozzá, vagy nem volt lehetőségük tanulni, és hát ki mást fogadnánk, ha nem őket. Tehát, hogyha csak szakmabelieket fogadnánk, akkor azt hiszem idén lehet, hogy csak egy fél tábor indult volna, nem egy egész és nem kettő. Ezért is nagyon fontosnak találtam, hogy azokat a gyerekeket is felkaroljuk, akik teljesen kezdők, és bizony a tavalyi példa mutatja, a tavalyi tábor egy jó példa arra, hogy voltak olyan gyerekek, akik tavaly jöttek először, hozzáértek ahhoz a billentyűhöz, és idén már megint be vannak iratkozva, és a szülők elmondása alapján naponta vagy két naponta rendszeres jelleggel gyakorolnak, és ez számomra nagy. Tehát tényleg ez az a visszajelzés, amikor kiderül, hogy érdemes volt ezt csinálni, és belevágni, és hogy erre szükség van Erdélyben.